Kolna város német nemzetiségi önkormányzatának kórusa nyitotta meg a Blickpunkt kiállítást. A 2019-ben a Centrum által meghirdetett Képek versenye című pályázat döntős képeiből vándorkiállítást indítottak, amit most a Tolna-Mőzsi Művelődési Házban tekinthetnek meg az érdeklődők. Mi is ez a Blickpunkt? Korhatár nélkül lehet nevezni a magyarországi németséggel kapcsolatos, azoknak az életképeit bemutató képeket három kategóriában, három darab saját képpel, ami a jelent mutatja be. Lehet archív képeket felújítani, illetve képeslapokat lehet alkotni legalább két saját képből és egy feliratból. A Magyarországi Németek Kulturális Központja és Könyvtára szervezi ezt a versenyt, a képek versenyét, és utána egy vándorkiállítási anyag készül ebből, és ezt hívtuk ide, ezt az anyagot idén, és ez most már másodszor van itt Tömözsön, ez a kiállítás. Három kategóriában lehet nevezni, fotó, ez bármely fotó lehet, ami mind a németséghez, a magyarországi németséghez kell, hogy kapcsolódjon. Egy archív fotó kategória van, és egy úgynevezett képeslap kategória. És ebben a háromban osztanak ki különféle díjakat, külön díjakat is, meg mindegyiknek van egy fő díjazottja minden kategóriának. De a kiállításon nem csak a díjazottak szerepelnek, hanem akik a döntőbe jutott, azok a képek. Lehet látni. Nagyon szeretnénk, hogyha iskolás gyerekek eljönnének megnézni, főleg akik a német nyelvet tanulják, vagy a német nemzetiségi oktatásban részt vesznek itt Tolnán, Mözsön, vagy akár a környékből, mert azért ezeken a képeken bemutatják, főleg az archív képeken a hagyományokat, hogy zajlott például mondjuk egy disznóvágás, vagy egy esküvő, milyen volt egy mennyasszony, egy vőlegény, egy német nemzetiséghez kapcsolódóan. De igazából bárkit várunk, akit ez érdekel. A kiállítás anyagát postai úton lelaminálva juttatják el az intézményhez, amit a kiszabott határidő után vissza kell juttatni a centrumhoz, aki aztán tovább küldi azt a következő kiállítóhelynek. Bár online formában is megtekinthetőek lennének a képek, mégis ragaszkodva a hagyományokhoz egyszerre csak egy helyen lehet jelen a kiállítás. Fülöp Mónika, Tolna város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke szerint nagyon fontos, hogy őrizzék és átadják hagyományaikat a felnövekvő nemzedéknek. Tolna város német nemzetiségi önkormányzatának egyik kiemelt feladata az, hogy a hagyományokat ápoljuk és tovább vigyük. Ebben nagy segítségünkre vannak az ilyen rendezvények, mint ez a Blickpunkt kiállítás is. Ennek szerintem az elsődleges célja az, hogy a jelenkornak megmutassuk azt, hogy igenis élnek a német hagyományok. A képek által képet kapunk a múltból is, ugye itt, ahogy említette a szervező elnök helyettes asszony, hogy a felújított archív képekből betekintést kapunk a múltba. A vándorkiállítást október 17-ig lehet megtekinteni a Művelődési Ház nyitvatartási idejében.